Károlynak hívnak, mezőverénybe járok, gimnáziumban, ugye ezt az Arany János tehetséggondozó programot csinálom már lassan egy tanéve. Hátrányos helyzetű, ám tehetséges fiatalok felkarolása a fő célja ennek az Arany János tehetséggondozó programnak. Én nagyon szeretem a történelmet, a földrajzt, és ugye a repülést és a repülőgépeket. Egyre több szegény gyerek van, és sok szülő nem mer segítséget kérni, mert szégyelli. Nagyon minimális az a magyar család, akik úgy tényleg úgy mindennel rendben, de nyomorognak, tehát a magyar emberek nyomorognak egyszerűen. Mi jól meg vagyunk végül is anyuk keresetében, tehát mindenünk megvan, tehát mi nem panaszkodhatunk, tehát nekünk. Tehát én nagyon büszke vagyok édesanyámra, hogy így küzd minden nap. Voltam, hogy csíma fakadtam. Hogy kerestem 70 ezer forintot, abból 65 ezer forintot át kellett utalnom labdért rezsit. És akkor vakarom a fejemet, hogy miből eszünk egész hónapban, miből rendezem a gyerekeket egész hónapban, és ugye bármikor bármi beesett. Igen, a gyerekeket ez nagyon rosszul érinti a magyar családokat. Hogy én is érzem, mindenki érzi eznek a válságnak a következményét, és nagyon rossz látni, hogy sokszor ott ülnek az asztalnál, van egy szelet kenyér, és azon gondolkodnak, hogy ki egyen belőle. És ennél borzasztóbb érzés nincs. Tehát nagyon nehéz. Régebben kaptunk EU-s élelmiszer segélyt. Hogy lészt, tészta, keksz, meg ilyenek. És mostában már azt se kapunk. Mi is voltunk már nagyon-nagyon közel a tűzhöz, de anyának hálom mindig megoldottuk. Egy hétközben nem is szoktam főzni, mert a gyerekek bent esznek. Én magamnak még nem főzöcskézek. De a hétvégét azt már mindig várom, hogy főtt kaja, főleg leves legyen, hogy főtt kaja azt. Hát az én drága, kedves, okos, intelligens anyukám írt egy egykori MyOS pilóta hölgynek, akit úgy hívnak, hogy Tóvári Edit, nekem nagyon jó ismerősöm, tehát én vele állok két havi kapcsolatban, és ő nekem mindig megírja, hogy hol jár jelenleg a világban, és neki írt, és ő általa kaptam 2 darab manéves pilótainkat, és egy pilóta kapitánynak kendőt. Egyszer repültem eddig, és rólam, mert a odafele úton megállapították az utaskísérők, hogy körülbelül a felrepülőgép az rosszul volt, és rólam megállapították, hogy én nagyon jól bírom, tehát rajtam látszódott, hogy én rutinos. Azt mondták, úgy néztem ki, mint aki már 55-ödjére pedig akkor repültem először. A nagyfiamnak igen legyen meg az álma, hogy a repülőgépek közelébe dolgozhasson. Az az érzés, amikor a repülőgép elemelkedik a futópályáról, 200-300 km/h sebességgel, annál felemelőbb érzés nincs, amikor beleprésülsz az ülésedbe, és hirtelen így elhagyjátok a talajt, mikor a két dimenzióból átlépünk a három dimenzióba. Annál fantasztikusabb érzés nincsen.